Múlt héten hirdették ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, azóta több ezer vidéki diák fontolgatja, kollégiumban vagy albérletben oldja meg a lakhatást szeptembertől. A továbbtanuló roma fiatalok számára nyújthatnak most nagy segítséget azok a kollégiumok, amelyek a főváros mellett több vidéki, egyetemi városban is megnyitják kapuikat. A budapesti és a debreceni református cigány szakkollégiumba augusztus 12-ig lehet jelentkezni. Dezső Attilát, az intézmény kommunikációs munkatársát Tolli Szabolcs kérdezte. A református roma szakkollégiumok kiváló lehetőséget nyújtanak azon főiskolás vagy egyetemi hallgatók számára mind Budapesten, mind Debrecenben, akik bekerültek valamelyik felsőoktatási intézménybe, de sajnos anyagi helyzetükből kifolyólag nem tudják finanszírozni a tanulmányaikat. A szakkollégiumok ennek érdekében jelentős összegű ösztöndíjjal segítik a hallgatókat. Emellett nagyon fontos még az, hogy lakhatást biztosítanak a hallgatóknak jóval kedvezményesebb összegért, mint bármely egyetemi vagy főiskolai kollégium. A szakmai program tartalmaz ingyenes nyelvi képzéseket a hallgatóknak olyan nyelvekből, amelyeket a hallgatók tanulni szeretnének. Nagyon színes szakmai programmal rendelkezik mind a két szakkollégium, különböző modulok vannak az intézményekben. A református cigány szakkollégiumok gyakornok, illetve mentorprogramot is biztosítanak a hallgatói számára. A mentorprogramnak az az alapja, hogy minden hallgató a saját szakáról vagy karáról választ egy-egy oktatót, aki a tanulmányai során és a szakkollégiumi tagsága során mentorálja vagy tutorálja. Ez azt akarja, hogy végigkíséri a tanulmányait során, segít neki, ha elakad. Nem csak a tanulmányokról van szó itt ebben az esetben, hanem egyfajta pályaorientációról is teszem fel, hogyha bizonytalan egy hallgató abban, hogy ezzel a képzéssel, amint ő végez, milyen állásban szeretne helyezkedni, akkor a mentor vagy a tutor segít neki abban, hogy megtalálja a saját célját a karrierjében. Még a gyakornoki programról ezt a szakkollégiumok finanszírozzák olyan helyeken, akár multicégeknél, akár közigazgatási intézményeknél, ahol a hallgatók szeretnének gyakorlatot szerezni, teljesíteni tudják a kötelező egyetemi gyakorlatot. Több esetben előfordult már, hogy egy-egy ilyen gyakornoki hely teljes állást kínált fel a hallgatók számára a végzésük után. Rendkívül széles tehát a lehetőségek tárháza, de mit kérnek mindezért cserébe a hallgatóktól, a diákoktól? A válasz nagyon egyszerű, aktív részvételt, és az aktív részvétel mellett azt, hogy a hallgatók köztudatosítsanak, amely azt jelenti, hogy vigyék a szakkollégiumok hírét. Ez egyébként az intézmények szakmai programjában szervesen benne van. A hallgatók elmennek akár volt gimnáziumokba, volt iskolájukba, vagy más intézményekbe, hogy beszámoljanak arról, hogy milyen élet van a szakkollégiumban, de egyébként ezt önkéntesen is megtehetik. Egy család anyagi helyzete mindig kényes kérdés, pláne akkor, hogyha valaki mély szegénységből kerül új közegbe, főiskolára, egyetemre. Ön hogyan látja, felmerik vállalni a mai fiatalok azt, hogy náluk a startvonal egy kicsit hátrébb húzódik, vagy pedig bátorítani kell őket, hogy igenis merjenek lépni, és éljenek a lehetőségekkel? Mindkét szakkollégiumban nagyon nagy hangsúly helyeződik a személyességre, ez alatt azt értem, hogy egyénre szabott képzési folyamatban vesznek részt a hallgatók. Csoportosan vesznek részt leginkább az alkalmakon, de ez az egyénre szabott fejlesztési terv, ez azt akarja, hogy felmérik a szakkollégiumokban, hogy milyen hallgató, milyen elképzelésekkel, célokkal, tervekkel rendelkezik, és milyen helyzetből jön, és hogy ehhez képest milyen lépcsőket kell megugrani. Nagyon sok szakkollégista ismerősömtől, akik már mondjuk elvégezték az egyetemet, és volt szakkollégista, tehát alumni hallgató. Nagyon sok olyan ismerősöntől hallottam, hogy az életükben az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy több lépcsőt kell megugraniuk. De úgy gondolom, hogy nem jelent számukra nagy nehézséget az, hogy esetleg beismerjék, hogy ezt a bizonyos több lépcsőt nekik meg kell ugraniuk, hiszen tudják, hogy a szakkollégiumok azért jöttek létre, hogy ezt a távolságot, ezt minél kisebbre szabják, és minél szakmailag megalapozottabban, de mégis ezt meg tudják ugrani, akár rövidebb idő alatt, mint
olyan társaik, akik mondjuk az egyetemen jobb helyzetből érkeztek. Egy ilyen szakkollégium jó befektetés lehet hosszú távon is. Ugyanerről számolnak be azok a fiatalok, akik innen léptek ki a nagybetűs életbe? Igen, a szakkollégiumok sokszor elmondják meg, próbálják ezt az információt így előtetni a hallgatók fejében, hogy aki teheti, az menjen vissza a saját közösségébe, és próbálja meg ott segíteni az embereken, de nyilván ez egy agrármérnök esetében, vagy egy gépészmérnök, vagy egy gazdasági informatikus hallgató tekintetében erről nehezen lehet beszélni, hogy hazamegyek például egy cigány telepre, és akkor mit tudok kezdeni a szakmámmal, nyilván nem erről van szó, hanem például aki szociális területen végzett, aki pedagógusként végzett, hogyha teheti, akkor menjen vissza, és segítsen azokon az embereken, akik egyrészt ott élnek a lakóhelyén, hogyha ezek a hallgatók itt tesznek, akkor elő tudják segíteni a következő generációnak a sikerességét, és ugye nagyon fontos egyébként a család szerepe, és itt, hogyha vannak olyan fiatal romák, akik elérték a céljaikat, vagy elértek egy bizonyos szintre az életükben, akkor ők példaképek tudnak lenni. Azt még mondjuk el talán, hogy milyen feltételekkel és kiket várnak a református roma szakkollégiumba? Elsősorban roma származású hallgatókat várnak. Ez önbevalláson alapul, tehát aki roma származásúnak vallja magát, az nem mondom azt, hogy nagyobb eséllyel indul, de így ebből a szempontból előny a szakkollégiumoknál, valamint a halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolás, ami lényeges még a felvételinél. Mindkét szakkollégium szervez felvételit, augusztusban lesz mind a kettő egyébként, ahol megtörténik a hallgatóknak a kiválasztása, tehát több esetben előfordult már, hogy túljelentkezés volt egy fél év elején, nagyjából 30 az a fő mindkét intézmény esetében, maximális létszámról beszélek az intézmények esetében, akiket fel tudnak venni, és ugye nyilván évről évre valaki búcsúzik a szakkollégiumtól, mert befejezi tanulmányait, vagy elmegy máshová tanulni, vagy elkezd dolgozni, és akkor a helyébre tudnak új hallgatók bekerülni. A budapesti és a debreceni református cigány szakkollégium várja tehát a leendő főiskolások, egyetemisták jelentkezését augusztus 12-ig a reforum.hu weboldalon.